a szünet velem szemben szellő Imre, hogy már többször ígértem a ma reggel folyamán. Szia Imre! Szervusz, szia Sivi, sziasztok, ceglédiek! Nem olyan régen mondtam a rádióhallgatóknak, hogy remélem, hogy meg fogsz fésülködni, sikerült, jól áll a... Szemét vagy. Jól áll a hajad, de tényleg jól. Azért kardinális probléma a te frizurád, vagy nem probléma, hanem azért emlegettem, mert te mérkőzés előtt el szoktál menni, jó, még messze van, de te azért erre figyelsz, hogy azért valahogy kinézzél, nem? Itt azért még ott nem szeretném, hogy az utcán megriadjanak tőlem az emberek, és főleg nem szeretném, hogy bárki olyan véleményen legyen rólam, hogy most milyen frizurát hordok. Ez így van, mérkőzés napján, vagy mérkőzés előtti nap szoktam elmenni fodrászhoz, és egy ilyen egyéni frizurát vágatok magamnak. Ez ilyen úgy mond, hogy talán egy 3 éve már ilyen kis kabalának is. Hát meggondoljuk arra, hogy ott vannak az amerikai labdarúgók, akik meg kifestik magukat. Tehát nyilván ők se járnak az utcán. Úgy, mikor küzdelem van, akkor meg kifestik magukat. Most megpróbálok elvegyülni. No, nehéz lesz, mert Cegléden lesz ez a bizonyos boxmérkőzés. Mesélj róla, a helyszín az a te vágyad volt, vagy ahogy te mondod, Félixed rendezte úgy, hogy neked is jó legyen. Tavaly elkezdtünk erről tárgyalni, és Félix mondta, hogy minden nevesebb ökölvívójának szeretne vele kedveskedni, hogy a saját szülővárosában és ahol él, ugye ott tudjon gálát rendezni. Uh-huh. És tavaly október, november, december, ebbe a 3 hónapba szeretett volna bármelyik évből idehozni egy gálát. Sajnos nem sikerült, mert a ceglédi csarnok mindig telve volt, és előre meg nem tudott csarnokot lefoglalni, mivel a TV kötötte a kezét, és tényleg ilyen mérkőzések előtt ilyen 2-3 héttel adott rá engedélyt. Uh-huh. És idén valamennyit változott, ugye az M1-ről át kell ülni most már a Duna TV-re, és most már nagyobb szabad kezet kap a mérkőzés szervező időpontjáról. És januárban, mikor beszélgettünk, azt mondta, hogy majd februárban mesél valamit, akkor lesz egy kisebb meglepetése, uh-huh. És február elején be nyögte, hogy már lefoglalta a ceglédi csarnokot. Tehát már nem tudsz elmenekülni se, még ha akarnál se. No, beszéljünk egy picit a múltról. Legutóbbi mérkőzésed mikor volt, milyen eredménye? A legutolsó mérkőzésem ugye az december 6-án vívtam Budakalászon. Uh-huh. Ott az 5. menetben kiütöttem a szlovák származású Vladimir Idrányit. Uh-huh. Egy nagyon jó kis mérkőzés volt, egy nagyon szívlélek srác jött el. Majdnem mindig ott is ellenfél problémával küzdöttem, mert mérkőzés előtt egy héttel lemondta a magyar kívó, vagyis akivel meg lett egyezve, úgy volt, hogy magyar bajnoki címmérkőzés vívok, nem jött össze, mivel a magyar ellenfél lemondta mérkőzés előtt egy héttel, uh-huh. És mérkőzés előtt 4 nappal bólintott rá ez az Idrányi, hogy vállalja ellenem. Hát nem lett a legszebb a mérkőzés végkimenete, eltört az álla, 3 bordája, és agyrázkódással a kórházba szállították. Figyelj, és nyertél? Döntetlen lett. Nem, szóval ez volt a legutóbbi mérkőzés, igen. Viszont valahogy az az érzés az embernek, mintha megrettennének tőled az ellenfelek, mert most megint az a helyzet van, hogy Bozai úr nem tud kiállni ellened, jóval komolyabb dologról van szó, szóval azonban beszél az ő sérüléséről, és hogy ki lesz helyette. Igen, fölhívott személyesen, hogy én Gyuszival elég jó kapcsolatban vagyok, és ugye tavaly szeptember 20-án tőle vettem el a cirkáló súlyú magyar bajnoki övet, és a mérkőzés után ő mondta, hogy nem teljesen tudott, nem 100%-osan tudott felkészülni erre a mérkőzésre, mert betegségek gyengítették, és amikor legyőztem, és miután legyőztem, december 6-ai gála után leültünk mérkőzés után milyen hihetetlen sörözni, és akkor mondta, hogy nem a mérkőzést vitatja, hogy nem, hogy jobb voltam. Ő neki annyi a lényege, azt mondta, hogy nagyon nagy tisztelőm, és ő borzasztó büszke rá, hogy szorítóba léphetett velem, uh-huh. Egy ilyen kaliberű versenyző ellen. Ő csak annyit szeretne, hogy egy szoros mérkőzést tudjunk boxolni. És megkapta ugye ezt a lehetőséget, hogy akkor ceglédeni hazai pályán megvétettem a cirkelós bajnokövemet. Hát sajnos kesztyűzés közben valaki úgy eltalálta az egyik csigolyáját, jobb a folyadék keletkezett, 5 napig tényleg azt mondja, nem is tudott mozogni, a felesége segített neki tényleg a kajálástól kezdve az öltözködésig, uh-huh. Mindenbe, és mikor már lábra tudott állni, akkor felhívta a Félixet, hogy így ellenem nem mer eljönni, mert nagyobb veszélye is lehetne, nagyobb probléma is lehetne. Tényleg, mint barátként fölhívott, elnézést kért, és mondta, hogy szeretne még azért egy visszavágót valamikor. Nem tudjuk, hogy ez valaha létre fog-e jönni.
Avicii felvétele szólt itt a 92-ön a Cegléd Rádióban. Velem szemben továbbra is Szellő Imre, és na, hogy a március 14-i boxgáláról beszélgetünk, elsősorban persze az ő találkozójáról. Emlegettük, hogy Bozzai művész úr sajnálatos módon megsérült, helyette jön egy újabb ellenfél, és mielőtt bármit mondanál, arra kérlek, hogy azért azt is emleges, hogy ő Madárnak ellenfele volt annak idején a karrierje végén. És ha a véleményemre kíváncsi vagy, mint ahogy nem, akkor, akkor azt elmondom, hogy lehet, hogy jobban járunk, nem akarom Bozzai urat bántani ezzel az ellenféllel, már ami a box népszerűsítését illeti, mert mégiscsak valakiről beszélünk. Így van, ezt jól mondta, hogy azért nem biztos, hogy találkozni fogok tudni innentől kezdve a Bozzai Jussival, mert úgy néz ki, hogy nemzetközi bajnoki címért lépek már szorítóba. Oh. Nem egy magyar bajnoki címért, nemzetközi bajnoki címért, ebből végül is a közönség semmit nem észlel, és a támogatók annyi, hogy most már nagyobb rangja lett így a gálának és az én csúcsmérkőzésemnek. És innentől kezdve ugye, hogyha én ezt a grúz gyereket itthon alaposan eldangálom, és tényleg megszerzem a nemzetközi bajnoki címet, onnantól kezdve viszont a két pálya már nem biztos, hogy találkozni fog valamikor is, a Bozzai és Szellő. Világos. Ki tudod mondani a nevét? Én nem. Már az ellenfélnek. Shalava Jordamos Vili. De szép. A grúz ellenfél, a grúzok jók a küzdősportokban. Így van, így úgy van. Kettőt már győztem le, ugye bele debütáltam, és november 14-ei Tatabányai gálán ott még egy grúz sikerült elvernem, őt a harmadik menetbe kiütöttem. Én egy jó mérkőzésre számítok, tényleg megnéztem róla a felvételeket, egy küzdeni akaró, tudó versenyzőről van szó, 28 éves srác. Hát ami esetleg egy kicsit a szemet becsaphatja, hogy kis pocakja van neki, így a fél nehéz súly, és a nehéz súlyba, cirkálóba, bocsánat, már azt sem tudom, hol vagyok. A cirkáló súlyban van egy kis pocakja, nálam valamennyivel alacsonyabb, de mondom, senkit ne téveszem meg, te is egy vézna testalkatú vagy, viszont kőkemény. És viszont kőkemény. Ja, majd tényleg valami, egy minyomra meghívlak majd. Köszi. No, Madár neve szóba került, azért említs meg, légy szíves, mert én ezt nem mondtam, hogy milyen kapcsolat van közte is az ellenfeled között, mármint Madár is. Hát ugye Madár vele boxolt a Kecskeméten, március 8-án vonult vissza a Madár, és vele boxolt a búcsú meccsét. Ugye erre a gálára a Madárnak én voltam a kesztyűs partnere, 4 héten keresztül segítettem a felkészülését. Most, amikor kiderült ugye, hogy a Félix úgymond gondolt egy nagyot, mert azért egy 40 mérkőzés nyert ez a grúz gyerek, 11 vereség mellett. Ugye a Madár mondhatni Kecskeméten kipofozta, de két különböző stílus találkozik. Ugye a Madár az technikás vívó, én inkább az a verekedősebb, belemenős ökölvívó vagyok. És mikor megtudtam, hogy a Félix ekkorát álmodott és egy ilyen kaliberű embert hoz ellenem, akkor fölhívtam a Madárt és kérdeztem véleményét, és mondta, hogy véleménye szerint jóval keményebb vagyok az ökölvívásban, mint ő. Ezt ő mondta, hogy az jóval keményebb vagy, mint én. Véleményem szerint te meg is fogod tudni ütni. Annyi, hogy az elején, amit néztem így a felvételekről, így az első 2-3 menetben nagyon nagy előszeretettel csapkod, ütvág, fejjel megy előre, mint a bolondóra. Ezt kell kiküszöbölni, és szerintem egy jó mérkőzés várható. Nem fog unatkozni a közönség, és én sem. Na, reméljük. A közönség már csak azért sem unatkozik, mert lesz még más találkozó is. Hát nem kívánom, hogy mindenkit sorolj fel, de aki így hirtelen megy, bár te vagy a tangófényben, azért emlegessük a többieket. Kit lesznek még? Így van. Szorítóba lép itt Lucky Robert Kecskemétről, a feltörekvő Baranyi Rihárd, a WBO Európa bajnoka Bedák Zsolt, úgyhogy lesz itt felhozottan rendesen ökölvívóból. Oké, még egyszer a időpont és a helyszín így zárásként. Március 14, Cegléd, 19 órási kezdettel.